A konferencián a város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében Székesfehérvár történelmi jelentőségét emelte ki a Romkert 85 éves évfordulója kapcsán. Székesfehérvár, mint koronázó város, gazdag történelemmel rendelkezik. A városban sétálva, úton, útfélen olyan emlékekbe futunk, melyek a magyar történelem fontos részei. Egy ilyen emlék adott okot erre a mai konferenciára. Ugyanis ma arról a romkertről emlékezünk meg a szakemberek segítségével, melyet éppen 85 éve, Szent István király halálának 900. évfordulója alkalmából 1938-ban rendezett Szent István emlékévben adtak át. A város országgyűlési képviselője a konferencia megnyitó beszédében kiemelte, Székesfehérvár méltón őrzi több mint 1000 éves történelmét. Varga Tavás hozzátette, az új kiállítóteret jól használja a múzeum. Büszkék vagyunk arra, hogy Székesfehérvár, a mi városunk őrzi ezt a több mint 1000 esztendőt, és emlékezik arra, hogy a királyi alapítás és a királyi koronázás és temetkezőhely kiváltságos rangját viselő város máig őrzi az uralkodók emlékét. A konferencia szünetében a múzeum, a Városi Levéltár és a Kodolányi Egyetem megújította együttműködési megállapodását. Mint azt a megbízott rektor mondja, azért, hogy új alapokra helyezzék a székesfehérvári kapcsolatokat annak érdekében, hogy a hallgatók ne csak elméleti, hanem gyakorlati ismeretekhez is juthassanak. Nagyon gyümölcsöző, előremutató együttműködések ezek, amelyek korábban már megvoltak, csak kevésbé voltak tartalommal megtöltve. Azzal, hogy most megújítottuk ezeket az együttműködési megállapodásokat, én azt gondolom, hogy egy új fejezetébe lépett a három intézmény együttműködése, mint hogy maga az egyetem is új gondolatokkal, régi új gondolatokkal tér vissza Székesfehérvárra. A múzeum főigazgatója a megállapodás kapcsán hangsúlyozta, az intézmény dolgozóinak új kihívást jelenthet az oktató munka, a múzeum számára pedig a fiatalok munkája jöhet jól. Minél több oktatási intézménnyel van együttműködési megállapodásunk, az a múzeumnak is nagyon hasznos, mind szakmailag, és hát a hallgatóknak, akiknek szakmai gyakorlatot is tudunk nyújtani, természetesen ők bekapcsolódnak valamilyen szinten a múzeumi munkában is, és hát a munkaerő is mindig jól jön egy-egy ilyen intézménynél. A Romkert 85 éves évfordulójára szervezett konferencia neves előadók segítségével mutatta be a város történelmének jelentős helyszínét.